Erdélyből Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros és Szilágy megye 32 települése, Magyarországról pedig 12 település, köztük többek között Szabolcs, Napkor, Baktalórendháza, Laskor és Kisvárda alkotja a Szent László örökségutat. Az egész Kárpát-medencét érintő út kiépítése még 2017 elején kezdődött el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöksége és az iskola alapítvány szervezésében, majd októberben indult el Kisvárdán. A Szent László örökségutat azzal a céllal hozták létre, hogy hálózatba szervezzék azokat a magyar lakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpádházi király öröksége. Azok a települések kerülhettek be az örökségútba, ahol épített vagy természeti örökség található, hozzájuk a Szent Lászlóról szóló mondavilág valamely eleme köthető, vagy valamilyen formában a lovak király nevét viseli, illetve követelmény volt, hogy magyarok is éljenek ott. Egy olyan történelmi személyiséget kerestünk, aki ugyanazt jelenti a magyar embereknek, bárhol éljenek ezen a világon, és legnagyobb örömömre 44 helyszínen sikerült életbe léptetni ezt az utat, ami azt jelenti, hogy már Erdélyben és Magyarországon is közös úton haladnak a magyar emberek, és az idén folytatjuk, ugye Felvidékkel, reményeink szerint Vajdasággal bővítjük a magyarországi utat. Ez egy olyan igazi kárpát-medencei magyar érték, ami mindannyiunknak munkahelyeket teremt, mindannyiunknak jobb életfeltételeket hoz, és összeköti a kárpát-medencei magyarságot. A Szent László úthoz egy kiállítás is kapcsolódik, amely a hálózat településein található örökségeket mutatja be. A tárlat szombattól a Mária Pucsi családvárban tekinthető meg. A kiállítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Hieroteos Egyesület közös pályázatának köszönhetően valósult meg. Egyesületünk mindig is vallotta a jelmondatában a közéletiséget, lelkiséget és kereszténységet, és azt hiszem egy lehetőleg szebb összefogás a önkormányzati szférának és az egyesületünknek, hogy Szent Lászlónak, Isten atlétájának egyébként, amit a történészek így jegyzik, Szent László királyunkat, bemutatni az életútját. A Szent László örökségúthoz interaktív honlap, mobil applikáció és útvonaltervező is készült. Ennek célja, hogy a múlt értékeinek megismerése mellett az emberek is megmutathassák értékeiket, legyen szó akár pálinkafőzésről vagy lekvárkészítésről.